Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. Conan Doyle. Sherlock Holmes kalandjai. Botrány Csehországban. Ő volt számára az örök asszony. Mindig csak így emlegette, a nő. Holmes szemében Iréne ádvertestesítette meg a női ideált. No, ne gondolják, hogy beleszeretett volna, azt már nem. Az érzelmek, különösképpen az effélék, távoláltak Holmes hűvös, részionális és irigyésre méltón kiegyensúlyozott lényétől. Tökéletes volt, mint okfejtő és oknyomozó masina, művészi fokon művelte a mesterséget, ánda a szerelmes férfi szerepe hiányzott a repertoárjából. Ha egyáltalán szóba hozta egy gyengéd érzelem témáját, arról csak is gúnyos fintorral beszélt. Ő csupán az eseteket látta a nőkben, s ha figyelemre méltatta őket, csak is azért, mert úgy tartotta, hogy ők a mozgatórugói az eseményeknek, élő bűnjenek, akik nyomra vezethetik őt. De a nemek harcában mindvégig külső szemlélő maradt, és ez érthető is, a hozzá hasonlóan képzett és kivételes elme nem engedheti meg magának, hogy váratlan viharok, kiszámíthatatlan érzelmi hullámok megzavarják érzékenykedéjét, szabályos életritmusát. Holmes barátomat az érzelem ugyanúgy gátolta volna működésében, mint a finom műszert a fogaskerekek közé került a prócska homokszem, vagy a mikroszkóp nagyító lencséjét a parányi karcolás. Mindennek ellenére számára is létezett egy asszony. Egyetlen egy, a kétes emlékű Iréne Adler. Mikor a találkozásra sor került, már egy ideje alig láttam színét Holmes barátomnak. Amikor ugyanis megházasodtam, útjaink elváltak egymástól. A családi életben kiteljesedett boldogságom és az új érzés, hogy életemben először a magam ura vagyok, van saját otthonom, nos, mindennek varázsa rabulejtett, és teljességgel lekötötte figyelmemet. Holmes azonban, aki lelke mélyén bohém természetű volt, és mélyen megvetett mindenféle társadalmi szokást, kötöttséget, ami régi, Baker street szállásunkon maradt. Ódon könyveibe temetkezett, és hol kokainnal bágyasztotta lázas szellemét, hol megszabadjára engedte kirobbanó energiáit. Most is, épp úgy, mint azelőtt, figyelmét teljes egészében a bűnesetek felgöngyölítése kötötte le. Lobogó becsvágyát és kivételes talentumát csak is annak a szolgálatába állította, hogy olyan rejtélyeket tisztázzon, melyeknek megoldásáról a rendőrség már lemondott. Időről időre azért eljutott hozzám néhány kósz a hírbarátom viselt dolgairól. Így például hallottam, hogy Odesszába rendelték a Trepoféle gyilkossági ügyvéget, Megtudtam azt is, miképpen derített fényt az Atkinson fivérek tragédiájára Trinkomaréban, és végül tudomást szereztem arról a küldetéséről is, amelyet a holland királyi család megbízásából hajtott végre a rájellemző tapintattal és alapossággal. Mindezt azonban a napilapok többi olvasója is tudta régi barátomról és lakótársamról, náluk nem voltam tájékozottabb. Egy este, 1888. március havának 20. napján, éppen egyik betegen töltértem haza, mivel újból elkezdtem a magánorvosi gyakorlatot, sútam a Baker Street-en vezetett keresztül. Ahogy elhaladtam a jól ismert kapu előtt, amelyről a négyek jelének esete óta mindig az udvarlásom története jut eszembe, erős kísértést éreztem, hogy fölkeressem holmes és megtudjam, vajon most miféle ügynek szenteli egyedülálló képességeit. A szobái fényárban úztak, így még az utcáról is jól láthattam magas, szikár alakját, ahogy többször is elhalad az ablak előtt. Gyors léptekkel járt fel alá a szobában, lehorgasztott fejjel, hátra kézzel. Jól ismertem minden rezdülését, hangulatait, szokásait, így a viselkedése most is mindent elárult nekem. Holmes dolgozik. Búcsút mondott egy időre kokain mámoros álmainak, mert éppen szimatot kapott egy új ügyben. Meghúztam a csengőt, és hamarosan bevezettek abba a szobába, amelyet azelőtt én osztottam meg vele. Nem fogadott túl nyájasan. Ez persze távolról sem volt szokatlan vagy meglepő. Mégis úgy éreztem, örül, hogy újra rát. Nem szólt, de barátságos arccal egy karosszékre mutatott, elintette a szivardobozát, majd a szoba szögletében álló üveges szekrénke felé mutatott, amelyben különböző italok álltak, meg egy szódavizes palack. Ezután a kandalló elé állt, és a maga különös, fűkészül módján méregetni kezdett. Jót tett magának a házasság, szólalt meg végül. Hét és fél fontot hízott barátom, amióta nem láttam. Csak hetet igazítottam ki. Ó, persze. Ezt az ítéletemet kissé elhamarkodtam. Csak egészen picit. És, amint látom, újból praktizál. Nem is említette, hogy ismétigába hajtja a fejét. Ha nem mondtam, ugyan honnan tudja ezt is? Abból, hogy bizonyos dolgokat látok, és bizonyos dolgokat kikövetkeztetek. Azt is tudom, hogy nem is olyan rég csúnyán megázott, valamint hogy fölötté bügyetlen és hanyagszolgáló lány tart a házánál. Drága barátom, álmélkodtam el, ez már nekem is sok. Ha pár száz évvel ezelőtt élt volna, magát bizonyára megégetik. Való igaz, hogy múlt csütörtökön kiruccantam kicsit vidékre, és bőrig ázva, nyakig sárosan tértem haza, de mivel azóta persze ruhát váltottam, igazán nem értem, hogyan juthatott erre a következtetésre. Ami meg méri jane T. illeti, ő valóban reménytelen esett, a feleségem fel is mondott már neki. De az ég szerelmére, hogyan jött rá még erre is? Holmes elégedetten elmosolyodott, és összedörzsölte hosszú, vékony ujjait. Mi sem egyszerű bennél, barátom? Mondta. Világosan látható, hogy a balcipője belső oldalán, épp ott, ahol a tűzfénye most ráesik, a bőrt hat, majdnem szabályosan egymás mellett futó karcolás sértette föl. Teljességgel nyilvánvaló, hogy ezek a karcolások csak is olyas valakitől származhatnak, aki igen figyelmetlenül bánta maga miközben megpróbálta lekaparni a talp szélére ragadt szikkadsarat. Innen származik tehát a kettős következtetés, mi szerint maga, barátom, kinkószát a szabadban, amikor elkapta az eső, valamint hogy sikerült a londoni cserédek közül kiválasztania egy olyan haszontalan példányt, aki a cipőkesküt ellensége, Ami pedig az orvosi gyakorlatát illeti, Nos, barátom, ha besétál a szobámba egy úr, akiből csak úgy árad a jótszag, és akinek ezüst feketélik a jobb mutató ujja, ráadásul a cilindere is kidudorodik oldalt, mert siettében odadukta a stetoszkópját. Nos, ha mindezekből a jelekből nem jönnék rá, hogy az illető gyakorló orvos, hát nagy szamár volnék. Most is, mint mindig, megnevettetett az a játszi könnyedség, amelyel felvázolt a gondolatmenetét. Amikor a logikai fejtegetéseit hallgatom, a dolog olyan nevetségesen egyszerűnek tűnik, hogy úgy érzem, magam is könnyűszerrel lennék efféle mutatványra képes, jegyeztem meg. Habár minden apró részlet a meglepetés erejével hat, és addig nem is látom az összefüggést, amíg az egészet el nem magyarázza. Pedig bizonyára én is látok mindent, amit maga, barátom. Ez így is van, felelte Holmes, miközben cigarettára gyújtott, és az egyik karosszékbe vetette magát. Maga is lát mindent, Watson, csak éppen nem figyeli meg. Ugye világos a kettő közti különbség? Példának okáért nézzük a lépcsősort, amelyik a bejárattól eddig a szobáig vezet. Elég gyakran megjárta már, igaz? Igaz. Mit gondol, hányszor? Több százszor legalább. Akkor alkalmasint azt is tudja, hány foka van? Hány foka? Sejtelmem sincs. Na látja, mert nem figyelte meg. Pedig látta, épp úgy, ahogy én. Ugye érti már, mire célzok? Én pontosan tudom, hogy 17 lépcsőfok vezet ide föl, mivel én nem csak nézek, hanem figyelek is. Erről jut eszembe, mivel maga, kedves Watsonom, eddig is kitüntetett figyelmével, sőt volt olyan kegyes, hogy egy-két apró kalandomat le is jegyezte az utókor számára, talán erre is kíváncsi lesz. Azzal egy vastag, rózsaszínű levélpapíros nyújtott felém, amely eddig ott feküdt az asztalon. Az utolsó postával érkezett, mondta. Olvassa föl! A levélen nem volt keltezés, se címzés, se aláírás. Ez állt benne. Ma este pontban háromnegyed kor felkeresi önt valaki, aki beszélni jóhajt önnel egy felmérhetetlen jelentőségű ügyben. Szolgálatai, melyeket Európa egyik királyi családjának tett, azt bizonyítják, hogy méltán önre bízhatjuk ügyünk, mely, ismétlem, iszonyú súlyjal bír. Az önreferenciája minden oldalról meg lett erősítve. Kérjük, a megjelölt órában szíveskedjék szállásán tartózkodni és fogadni az illető urat. Ne vegye zokon, ha látogatója majd árarcot visel. Ez aztán a titkolózás, jegyeztem meg. Maga már sejti, hogy vajon mit jelenthet ez? Még nincsenek adataim. Adatok nélkül pedig kapitális hiba lenne bármit is feltételezni. Az ember ilyenkor az elmélet kedvéért éjesz nélkül megmásítja a tényeket, ahelyett hogy fordítva cselekednék. No de nézzük magát a levelet. Maga mire következtet belőle? Gondosan megvizsgáltam az írást és a levélpapírt. Feltehetőleg jó módú ember írta, állapítottam meg, iparkodva barátom módszerét alkalmazni. Ennek a papírnak a csomagja belekerül fél koronába is. Szokatlanul vastag és kemény. Jól mondja. Nagyon is szokatlanul az. Ez a papíros ugyanis semmi esetre sem angol gyártmány. Tarcsa csak a fény felé. Engedelmeskedtem a felszólításnak, és a vízjelben egy nagybetűt, e kisgét, nagypét, nagygét meg egy kis tét silabizáltam ki. Nos, mire következtet ebből, Watson? kérdezte Holmes. A gyártó nevét jelölik ezek a betűk minden bizonyjal, vagyis inkább a nevének kezdőbetűit. Téved, barátom! A nagy G és a kis T annyit tesz, hogy Gezelschaft, ami üzemet vagy vállalatot jelent németül. A nagy P természetesen a papír szó kezdőbetűje. Az E és a G pedig, nézzünk csak utána az Európai helységnévtárban. Egy vastag, barna bőrbekötött könyvet emelt le a polcról. Egló. Eglonic, ez lesz az, egria. Német ajkú városka Csehországban, nem messze karzbáttól. Üveg és papír gyártásáról nevezetes, valamint arról, hogy itt ölték meg Wallensteint. Na, ehhez mit szól, fiam? A szeme csillogott, és a cigarettájából egy diadalmas kék füstfelhő teresztett a mennyezet felé. A papírost ezek szerint Csehországban gyártották, jegyeztem meg. Úgy van. A levélírója pedig német. Magának nem tűnt föl ez a kissé különös mondatszerkezet, az önreferenciája minden oldalról meg lett erősítve. Francia vagy orosz ember ezt biztosan nem írhatta. Csak a német bánik ilyen galádul az igékkel. Most már csupán azt kell megtudnunk, mit akarhat vajon az a német, aki Csehországban készült levélpapírra ír, és az első vizit alkalmával jobban szeret állarcban megjelenni. De ha nem tévedek, mindjárt itt lesz ő maga, hogy kételjeinket eloszlessa. Ahogy ezt kimondta, éles patkódobogás és kerékcsattogás hallatszott lentről, majd kisvártatva valaki erősen megrántotta a csengőt. Holmes elismerőn füttyentett. A hangja után ítélve két lovas, mormogta. Igen, folytatta, miután kitekintett az ablakon. Egy csinos kis kétlovas csukott hintó. Mégpedig nem is akármilyen lovakkal. Ezeknek darabja megér vagy 150 ginit. Ha más nem is, pénz biztos van a mögött az állarc mögött. Holmes, azt hiszem, az lesz a legjobb, ha én most elmegyek. Nem megy innen egy tapottat se, barátom. Itt marad. Mire is mennék krónikás nélkül? Mert a történet érdekesnek ígérkezik. Kár lenne, ha éppen ezt nem örökítené meg. De hisz az ügyfele. Miatta ne aggódjék. Még neki is szüksége lehet a maga tanácsaira, nem csak nekem. Már jön is. Üljön csak vissza abba a karosszékbe, és nagyon figyeljen. A lassú, nehéz léptek megállapodtak az ajtó előtt, majd erélyes kopogtatás hallatszott. Szabad. Szólt Holmes. Egy hatalmas termetű férfi lépett a szobába. Megvolt legalább hat láb és hat hüvelyk. Széles melkasát és domború izmait Herkules is megirigyelhette volna. Ruházata feltűnően díszes volt, szinte már túlzottan is. Ami azt illeti, Angliában nem tartják az ilyet ízlésesnek. Két csoros kabátjának gallériát és ujjait széles Astrahan szegélyékesítette. Mélykék köpenye, melyet a vállán átvetve viselt, lángvörös sejemmel volt bélelve, és a nyakánál egy csillogó bros fogta össze. Csizmája a lábszára közepéig ért, vastag barna prémszegé díszítette azt is. Egészében véve valamiféle barbár pompa sugárzott különös látogatón külleméből. Széles karimájú kalapját a kezében tartotta, az arca felső részét pedig a homlokától az arcsontjáig fekete maszk vette. Nyilván közvetlen azelőtt tette föl, hogy a szobába lépett, mivel a kezét még rajta tartotta, mikor az ajtóban megállt. Arcának abból a részéből ítélve, melyet a maszk szabadon hagyott, erős akaratú embernek látszott. Vastag ajka, kisé előreugró kemény áll a határozottságról, ha ugyan nem konokságról árulkodott. Megkapta a levelem? Kérdezte mély, érces hangon és határozottan felismerhető német akcentussal abban közöltem önnel, hogy felkeresem. Hol Holmesra tekintett, hol rám, mint aki nem tudja, kihez is intéze szavait. Kérem, uram, foglaljon helyet. Szólalt meg Holmes. Hadd mutassam be barátomat és munkatársamat, dr. Watsont, aki alkalomattán segítségemre van az ügyeimben. De szabad tudnom, kit tisztelhetek önben, uram? Csehország egy grófi családjának sarja áll ön előtt, a nevem Fonkram. Remélem, a barátja becsületes és szavatartó ember. Ha nem így volna, jobb szeretnék négy szem közt értekezni önnel, mert ügyem igen kényes természetű. Én azonnal felálltam, hogy elhagyjam a szobát, de Holmes karon ragadott és visszanyomott a székbe. Vagy mindketten itt maradunk, vagy önnek kell távoznia, uram? Dr. Watson jó barátom, nincs előtte titkolnivalóm. A gróf megvonta széles vállát. Akkor e helyt el kell mondanom, hogy mindkettőjüket szigorú titoktartásra kötelezem két teljes éven át. Addigra veszti ugyanis jelentőségét a szóban forgó ügy, amely azonban most még oly hatalmas horderejű, hogy egész Európa jövőjét is befolyásolhatja. Szavamat adom, hogy hallgatok, mondta Holmes. Én úgy szintén. Nézzék el nekem ezt az állorcát, folytatta fenkölten kissé bizarr látogatónk. A fenséges személy rendelte így, akinek dolgában önöknél eljárok. Én már azt is bevallhatom, talán, hogy a név és ren, amellyel felruháztam magam, nem a sajátom. Tisztában voltam vele, szólt Holmes Szárazon. Megbízom szorult helyzetben vergődik, uraim, mindent el kell követnünk, hogy megakadályozzunk egy skandalumot, amely alapjaiban megrengetni Európa egyik ősi királyi házát. Tudják meg hát, E kényes ügy a nagy Örömstein dinasztia sarját érinti, aki Csehország trónjának várományosa. Tisztában voltam ezzel is, mormolta Holmes, azzal kényelmesen hátradőlt karosszékében, és lehunyta a szemét. Az idegen szemlátomást megrökönyödve pillantott erre a lustán elnyújtózó alakra, akit bizonyára úgy harangoztak be neki, mint Európa legfürgébb észjárású és legenergikusabb magánnyomozóját. Holmes kis idő után újból kinyitotta a szemét, és türelmetlenül pillantott gigantikus méretű ügy felére. Ha fenséged volna oly kegyes, és végre elárulná jövetele célját, talán még tanácsot is tudnék adni, mit tegyen? A férfi felugrott a székéből, és izgatottan róni kezdte a szobát, majd egy elszánt mozdulattal letépte arcáról a maszkot, és a földre dobta. Helyesen szólt! Kiáltott fel. Maga a király áll önök előtt. Minek is próbálnám álcázni magam? Valóban. Minek? Mormolta maga elé Holmes kissé gúnyosan. Fenséged még meg sem szólalt, amikor én már tudtam, hogy a maszk alatt Wilhelm Gottfried Zigismond von Ormstein rejlik, Kasselfestein nagy Csehország trónjának várományosa. Értsék meg, uraim, sóhajtott különös látogatónk, és kezével végig simította magas, sápat homlokát, a magamfajta ember nem szokott személyesen vesződni az efféle dolgokkal. Ám az ügyet kényes volt amiatt nem bízhattam közvetítőre, mivel akkor teljességgel kiszolgáltattam volna magam neki. Inkognitóban jöttem ide, egyenesen Prágából, csak is azért, hogy a tanácsát kérjem akkor esedezem, valóban kérje, mondta Holmes, és újból behunyta a szemét. Nos, röviden ezek a tények, mint egy ötesztendővel ezelőtt hosszasabban időztem Varsóban, ahol ismerettséget kötöttem egy nevezetes kalandornővel, Iréne Adlerrel. A név bizonyára önök előtt sem ismeretlen. Megnézni a betűrendes névmutatóban, barátom? Kérdezte tőlem Holmes anélkül, hogy a szemét kinyitotta volna. Holmesnak megvolt az a jó szokása, hogy évekre visszamenően rendszeresen katalogizálta mindazt, ami fontosnak tűnt számára, személyekről és dolgokról szóló híreket egyaránt. Nehéz lett volna olyasmit említeni, amiről ő ne szolgáltatott volna nyomban részletes információt. Az illető hölgy életrajzi adatait is hamarosan megtaláltam, egy zsidó rabbi és egy tenger nagy közé ékelre. A tenger nagy egyébként izgalmas monográfiát írt a mélytengeri halak szokásairól. Lássuk csak! Mondta Holmes. Iréne Adler született New Jersey-ben 1858-ban. Énekesnő, mezoszoprán. Fellépett a skálában, ejha! A Varsói Opera primadonnája, igen. Az opera színpadtól visszavonult, aha. Jelenleg Londonban él. Kitűnő! Ha jól sejtem, tehát fenséget kompromittáló leveleket is írt neki, melyeket most szeretne visszakapni. Pontosan így van! De ezt honnan az ördögből tudja? Netán házasságra is léptek titokban? Á, azt nem! Adott ön a hölgynek valamiféle hivatalos ígérvényt? Nem. Ez esetben nem értem, fenségedet. Amennyiben az illető személy napvilágra hozná az önleveleit zsarolási céllal vagy valami más szándékkal, ugyanhogy igazolhatná azok hitelességét. Hiszen mind az én kezem írása. Azt bárki hamisíthatja. De hát a levélpapír, az is az enyém. Azt meg ellophatták. A címeres pecsétviasz. Utánzat. Hát a fotográfiám. Úgy vásárolták. De hiszen mindketten rajta vagyunk azon a képen. Ja, vagy úgy. Ez már valóban komoly hiba. Fenséged óriási könnyelműséget követett el. Értse meg, őrült voltam, eszeveszett. Fenséged súlyosan kompromittálta magát. Akkor még csupán királyi herceg voltam. És olyan fiatal. Most töltöm be a harmincadik évem. Azt a képet vissza kell szerezni. Megkíséreltük már, de nem sikerült. Akkor fizessen érte, fenség. Vásárolja meg. Csak hogy nem hajlandó eladni. Akkor el kell lopni tőle. Már ötször megpróbáltuk. Kétszer törtek be hozzá felbérelt embereim. Egyszer ellopták a kocsiáról az útipodjászát. Két ízben feltartóztatták az országúton. De minden igyekezett hasztalan maradt. A képnek semmi nyoma? A világon semmi? Holmes felnevetett. Fölöttép szórakoztató kisügy. Számomra azonban véresen komoly csattant fel a király szemrehányó hangja. Az már igaz! Lássuk csak! Ha nem pénzt akar azzal a fotográfiával szerezni, akkor mi lehet a hölgy szándéka? Hogy tönkretegyen engem? De hogyan? Házasságkötés előtt állok. Hallottam róla. Az Arám Klotild Lotman von szemeningen hercegnő, a svéd király második leánya. Talán ön előtt is ismeretes, milyen szigorú erkölcsi szabályok szerint élnek. A hercegnő maga a megtestesült tisztaság. Egyetlen aprócska folta múltamon véget vetne egy egyességünknek. És Iréne Adler? Azzal fenyegetőzik, hogy elküldi nekik a képet, és meg is teszi. Tudom, hogy megteszi. Ön még nem ismeri őt, de nekem elhiheti, vasakar a Szépségben túltesz a világ minden asszonyán, ugyanakkor elszántabb, mint bármelyik férfi ember. Merészsége nem ismer határokat, a legvégsőkig elmegy, hogy meggátolja házasságomat egy másik nővel. Biztosan abban, hogy a kép még mindig a hölgynél van. Egészen biztos. De miért? Mert azt mondta, majd akkor küldi el, ha készfogunkat a hercegnővel hivatalosan is bejelentjük. Ennek pedig jövő hétfőn lesz a napja. Hisz addig van még három napunk, szólt Holmes, és nagyot ásított. Ennek őszintén örülök, mivel bokros teendőim egyelőre nagyon lefoglalnak. Fenséged addig bizonyára Londonban marad. Természetesen. A Langham Hotelban talál meg, és ne felejtje, hogy a nevem, Von Kram, Helyes. Majd értesítem fenségedet néhány sorban a fejleményekről. Köszönöm. Türelmetlenül fogom várni a híreit. És ha költségek merülnek fel. Szabad kezet adok önnek. Ezt hogy értsem? Higgye el, uram, kész vagyok feláldozni királyságom egyik tartományát is, ha ezzel visszakaphatom azt a képet akkor már csak a pillanatnyi kiadásokról kell szót A király erre egy tömött szarvasbőr erszényt húzott elő a köpenye alól, és az asztalra dobta. Itt van 300 font aranyban és 700 bankjegyekben, mondta. Holmes sebétéiben firkantott egy elismervényt a jegyzetfüzetének egy kitépet lapjára, és átnyújtotta a királynak. Szabad volna megtudnom Adler kisasszony címét. Bryony Lodge, Serpentine Avenue, St. John's Wood. Holmes följegyezte mindezt. Ha megengedne még egy utolsó kérdést. Szólalt meg ismét. Méretét tekintve kabinet képről van szó. Igen. Akkor hát jó ét, fenség, bízom benne, hogy hamarosan jó hírrel szolgálhatok. Jó ét magának is, barátom, fordult hozzám, miután a királyi hintó elhajtott lekötelezne, ha holnap délután úgy három óra felé felkeresne. Kedvem lenne kicsit elcsevegni magával erről az ügyről. Másnap pontosan három órakor a Baker street voltam, de Holmes barátom még nem ért haza. A házvezetőnő elmondta, hogy kora reggel, röviddel nyolc óra után lépett ki a házból, és azóta még színét sem látta. Leültem a kandalló mellé azzal az eltökélt szándékkal, hogy mindenképpen megvárom őt, bármilyen későn jön is haza. Nagyon érdekelt ez az eset, mert, bár nem tűnt olyan bonyodalmasnak és szokatlannak, mint az a két bűneset, amelyeket eddig följegyeztem, a szóban dolog természete, no és a megbízó magas rangja egészen sajátságos színezetet kölcsönzött neki. Azon kívül bármiféle ügy volt is, amelyben Holmes barátom éppen a magát, Nekem mindig gyönyörűségem telt abban, hogy figyelhettem mesteri elemzéseit, csodálhattam kivételes helyzetfelismerő képességét, tiszta logikáját és gyors, ugyanakkor végtelen körültekintést igénylő munkamódszerét, melynek segítségével még a legtalányosabb rejtét is sikerült kibogoznia. Annyira hozzászoktam már a sikereihez, hogy a kudarc gondolata föl sem merült bennem. Kevéssel négy óra előtt nyílt az ajtó, és egy részeges külsejű, rosszul fésült, Pofaszakálas a slovászlegény dugta be rajta szesztől vörhenyes pofáját, majd rögtön bejebb is került. Habár jól ismertem barátom káprázatos átváltozó képességét, jó időbe telt, amíg ebben a koszlott ruhájú, züllött fickóban ráismertem. Könnyed fejbólintással üdvözölt, majd eltűnt a hálószobájában, ahonnan öt perc múlva ugyanolyan választékosan és kifogástalanul öltözve jelent meg, mint ahogy szokott. Zsebre vágta a kezét, egy székbe dobta magát a kandalló mellett, és jó ízű nevetésre fakadt. Hát még ilyet. Kiáltotta, és újra kacagni kezdett, míg végre kimerülve hátradőlt. Mi történt, árulja el. Roppant mulatságos, kedvesem, roppant mulatságos. Alig ha találná ki, mivel foglalatoskodtam ma egész délelőtt, de azt aztán végképp nem, mi történt velem délben. Sejtelmem sincs róla. Csak találgatni tudok, gondolom, Iréne Adler házát és őt magát tartotta szemmel. Vagy tévednék? Nem, barátom, nem téved, valóban ez volt a szándékom, csak hogy a véletlen közbeszólt, és így a dolgok eléggé különös fordulatot vettek. De elmondom rendre, mi történt. Röviddel nyolc óra után mentem el hazúrról. A kapun azonban már nem Sherlock Holmes lépett ki, hanem egy munkát kereső, facér lovászlegény. Én eddig nem is tudtam, milyen megejtő együttérzés és összetartás van ezek között a lovászok között. Ha látják, hogy közéjük tartozol, egy csapásra megnyílik a szívük, és bizalmukba fogadnak. Hamarosan ráakadt a Márler kisasszony házára is. Csoda szép villa, olyan, mint egy doboz. Kétemeletes, a homlokzata közvetlenül az utcára nyílik, a kertje az épület mögött terül el. A kapu jókora retesz. Jobbra szépen berendezett, tágas nappali szoba, majdnem a földigérő ablakokkal és azokkal a tökéletlen angol zárakkal, amelyeket egy gyerek is könnyűszerrel kinyithat. Ezen kívül nem fedeztem föl semmi figyelemreméltót, ha csak azt nem, hogy a kocsi épületének tetejéről csak egy karnyújtásnyira van az emeleti folyosó ablaka. Körbejártam a házat, megnéztem mindent jó alaposan, de, mint mondtam, más érdekességet nem fedeztem föl. Ahogy ott kóvályogtam, megtaláltam, amit kerestem, a villakertjének egyik fala mellett kis hátsó utca húzódott, melyben lóistállók sorakoztak egymás mellett. Segítettem a lovászoknak a csutakolásban, cserébe még borravalót is kaptam, egy-két penst, egy, egy pohár sört, két sodrásra való dohányt és nem utolsó sorban annyi értesülést Adler kisasszonyról, amennyiről még álmodni sem mertem. Nem is beszélve arról a fél tucat környékbeliről, akik engem ugyan egy csöppet sem érdekeltek, de akiknek szintén végig kellett hallgatnom a részletes életrajzát. No és mit tudott meg Iréne Adlerről? Iréne Adler kisasszony minden környékbeli férfit elbűvölt, kedves barátom. Ő a legszemre való portéka, aki valaha is az útjukba került, ha jól emlékszem, valahogy így fogalmaztak azok a deréklovász legények. Különben visszavonultan él, néha árja esteket ad, minden délután ötkor kikocsizik, és pontban hétkor hazatér az otthonába, ahol csendben elkölti vacsoráját. Különben csak akkor mozdul ki, ha koncertet ad. Csupán egyetlen férfi látogatója van, de azt igen sűrűn fogadja. Az illető úr barna hajú, jóvágású és elegáns, naponta legalább egyszer, de van úgy, hogy kétszer is szerencséjét teszi a hölgynél. Gátfri Nortonnak hívják, jogász. Látja, mi mindenre jó a konfliskocsisok barátsága. Számtalanszor vitték már haza az Urat Ádler kisasszony villájából, így hát sok mindent megtudtak róla. Miután meghallgattam az összes históriát, és megtudtam mindent, amit akartam, Elsétáltam még egyszer a Bryony Lodge felé, hogy közben haditervet készítsek. Ez a bizonyos Godfrey Norton bizonyára fontos szerepet játszik az ügyben. Jogász, az is lehet, hogy ügyvéd, ez kicsit gyanúsan hangzott. Vajon milyen kapcsolat lehet köztük, miért jár oda olyan gyakran? A kisasszony az ügyfele, a barátja vagy netán a szeretője? Amennyiben Norton a hölgy ügyvédje, az ominózus fotográfiát már biztosan régóta ő őrzi. Ha viszont a kedvese, akkor ez nem valószínű, meg kell találnom erre a fogós kérdésre a választ, gondoltam, hiszen ettől függ, hogy mit teszek a továbbiakban, a hölgy villájában folytatom a nyomozást, vagy inkább az úrirodájának szentelem figyelmemet, így hát további értesülésekre volt szükségem. Nem szeretném mutatni magát, barátom, de ahhoz, hogy tisztán lásson, ismernie kell ezeket az apró részleteket is. Csak folytassa, Holmes, csüggök minden szaván, feleltem. Nos, amint mondtam, éppen a lehetőségeket mérlegeltem magamban, amikor egy bérkocsi tűnt fel az utca végén, és a villa elé hajtott. Egy úriember ugrott ki belőle. Fölöttébb jóvágású férfi, barna hajú, sasorú, bajuszos, minden bizonyal az, akiről a lovászok beszéltek. Úgy látszott, nagyon sietős a dolga, oda kiáltott a kocsisnak, hogy várja meg, az ajtóban álló szobalány mellett pedig úgy sietett el, mint aki otthon érzi magát. Úgy fél óra hosszat tartózkodott oda A nappali szoba ablakán keresztül néha sikerült is egy-egy futó pillanatra meglátnom őt, amint idegesen járkál föl és alá, izgatottan magyaráz, és vadul gesztikulál. Ádler kisasszonyt viszont nem láttam sehol. A férfi egyszer csak kirohant a házból, még az előbbinél is feldúlt a bállapotban. Mielőtt beszállt volna a kocsiba, a zsebéből egy aranyórát húzott elő, és komor arccal rápillantott. Hajtson, ahogy csak tud! Kiáltotta a bakon ülő kocsisnak. Előbb Gross és Henki üzletéhez a Regent Streetre, aztán a Szent Mónika templomhoz az Edvár Roadra. Fél gini üti a markát, ha húsz perc alatt megteszi az utat. A kocsi elrobogott, és én épp azon morfondíroztam, hogy esetleg nekem is bérkocsit kellene fognom, és utánuk mennem, amikor a villa melletti kis mellékutcából felbukkant egy könnyű, elegáns kis landauer. A kocsi is ugyancsak sietve kapkodhatta magára a Libériát, mert a kabátja csak félig volt begombolva, a nyakkendőjel lazán lógott, de még a lószerszám is csak úgy hevenyében volt feltéve. Még meg sem állt, amikor a villakapuján kilépett Adler kisasszony. Nem is szaladt, repült a kocsihoz. Egy röpke pillanatra láthattam őt, mondhatom, barátom, mese szép nő. Olyan, akiért bármelyik férfi kész lenne a halálba menni. Hajtson a Szent Mónika templomhoz, John. Kiáltotta. Egy fél aranyat kap, ha húsz perc alatt odaér. Tudtam, ezt az alkalmat már nem szabad elszalasztanom. Két lehetőség villant át az agyamon: vagy futva teszem meg odáig az utat, vagy észrevétlenül a hölgy hintójába kapaszkodom hátul. Már éppen ugrottam volna, amikor újabb kocsi tűnt föl az utca végén. A kocsi is végigmért, nemigen volt ínyire a külsőm, de mielőtt még tiltakozhatott volna, én már be is szálltam. A Szent Mónika templomhoz. Szóltam oda neki. És egy fél aranyat kap, ha húsz perc alatt odaér. 25 perc volt még délig, nem volt nehéz kitalálni, minek a nagy sietség. Becsületére vájék annak a derék kocsisnak, úgy repültünk, mintha a lovaknak szárnya nőtt volna. Amazok mégis megelőztek minket. Norton bérkocsia és a kis Landauer izzadt lovaikkal már ott álltak a templom kapuja előtt, amikor én megérkeztem. Kifizettem a fuvart, és besiettem. A két személyen kívül, akiket idáig követtem, egy lélek sem volt a templomban, kivéve természetesen a kisé zavart ábrázatú lelkészt, aki annak a kettőnek éppen nagy buzgalommal magyarázott valamit. Ott álltak mint hárman, közvetlenül az oltár előtt. Az egyik oldal oltárhoz ráérősen, mint aki csak úgy betévett egy futóimára. Hirtelen, legnagyobb megrökönyödésemre, a pap rám mutatott, majd Godfrey Norton szapora léptekkel elindult felém. Istennek hála! kiáltotta. Micsoda szerencse, hogy éppen erre tévedt. Jöjjön! Jöjjön, kérem! De hát minek? Kérdeztem én. Jöjjön, ember, siessen, az ég szerelmére, hiszen csak három perc van már a törvény adta időből. Azzal oda hurcolt az oltárhoz, és még mielőtt feleszméltem volna, hogy mi történik velem, már azon kaptam magam, hogy a pap kérdéseire válaszként elmormolom, amit a fülembe súgnak, és bizonyságot teszek olyan dolgok mellett, amelyekről fogalmam sincs. Egy szóval tanúskodom Iréne Adler hajadon és Godfrey Norton nőtlen férfiú házasság kötésénél. A szertartás pár perc alatt véget is ért. Jobbról az ifjú féri, balról a fiatalasszony szorongatta hálálkodva a kezem, az atya pedig elégedetten és valóban atyailag mosolygott rám. Ennél ostobább helyzetben talán még sose voltam, még most is kacagnom kell, ha eszembe jut ez a jelenet. Ha jól sejtem, valami baj lehetett az esküvő körül, s a pap nem volt hajlandó összeadni őket, amíg legalább egy formális tanút nem kerítenek. Váratlan megjelenésemmel mentesítettem a vőlegényt attól, hogy az utcáról szedjen fel egy házassági tanút. Az ifjú arától egy aranyat kaptam jutalmul fáradozásomért. Az óraláncomon fogom viselnie különös eset emlékére. Micsoda váratlan fordulat. Szinte hihetetlen. Kiáltottam föl. És most mi lesz? Ezen tűnődtem én is a még oly rövid szertartás közepette. Attól féltem, hogy a tervem komoly veszélyben forog. Ha ugyanis az ifjú pár tüstént el akar utazni, nekem is haladéktalanul cselekednem kell. De nem így történt, a templom kapujában elváltak egymástól. Öt órakor kikocsizom a parkba, mint rendesen, mondta Iréne, mielőtt elbúcsúztak egymástól. A többit nem hallottam. Az egyik kocsi jobbra ment, a másik balra. Én is mentem a dolgomra. S mi volt a dolga? Most éppen az, hogy bekebelezzek egy kis hideg bélszínt, és megígyam egy pohár sört, felelte Holmes, és már csöngetett is a házvezetőnőnek. Kicsit zsúfolt volt a mai napom, nem jutott időm evésre Ahogy elnézem, nem pihenhetek sokáig, este még több dolgom lesz. Egyéb iránt, kedves Watson barátom, nagy szükségem lesz a maga éles elméjére és oroszlán szívére. Rendelkezzék velem. Kész arra, hogy megszegje a törvényt? Gondolkodás nélkül még ha esetleg le is tartóztatják érte. Ha jó ügyet szolgálok, igen. A legjobbat, ami csak létezik. Akkor az öné vagyok. Nagyszerű. Tudtam, hogy számíthatok magára. De mégis, mit tervez? Nem csigázom tovább, barátom. Ha Missis Turner behozta az uzsonnát, elmondom, mi lesz a dolga. Ugye elnézi nekem, folytatta, miközben mohon hozzálátott a finom falatokhoz, melyeket Mrs. Turner közben elé rakott, de csak így, futtában, evés közben tudok beszélni, nincs vesztegetni való időm. Mindjárt öt óra. Mindössze két óránk maradt a cselekvésre. Irének is asszony, vagyis most már asszony, hétkor tér vissza a kocsikázásból. Addigra nekünk is a Bryony lodge kell lennünk, ha találkozni akarunk vele. És mit teszünk, ha ott leszünk? Ezt bízza csak rám, barátom! Én már mindent pontosan elrendeztem. Egy dolgot kérek csak. Próbálja tűrtőztetni magát, és bármi történjék is, maga ne avatkozzék közbe. Semmi szín alatt! Megértette? Tehát semleges maradjak, mint egy idegen? Pontosan. Előre láthatólag lesz némi kis kellemetlenség, tumultus, lárma, de maga ezekkel ne törődjék, és még egyszer kérem, ne avatkozzék bele. Az egész azzal fog végződni, hogy engem bevisznek a házba. Négy-öt perccel később ki fogják nyitni a nappali szoba ablakát. Maga csak arra ügyeljen, hogy ennek az ablaknak a közelében maradjon. Meg lesz. Figyeljen engem, látni fog onnan kívülről is. Igen. Mihelyt meglátja, hogy én a kezemet fölemelem, így dobja be a szobába azt a tárgyat, amelyet mindjárt odaadok magának, és ezzel egy időben kiáltsa jó hangosan, tűz van. Pontosan követte, mit kell tennie? A legpontosabban. No, nem kell semmi különlegesre gondolni, mondta, miközben egy szivar alakú tárgyat vett elő a zsebéből. Ez egy egészen közönséges jelző füstrakéta. Tudja, a vízvezetékszerelők használnak e félét. Kis tartály van a két végén, amely az öngyulladás után füstötlővel a csőbe, a repedések és lyukak felderítésére. A maga feladata ezzel a kis röppentyűvel kapcsolatos. Amikor maga kiabálni kezd, hogy tűz van, az emberek az utcán mind lármázni kezdenek majd. Akkor sétáljon le szépen az utca végére, és ott várjon be engem. Tíz perc múlva ott leszek. Remélem, elég világos volt, amit elmondtam. Semleges maradok, nem avatkozom semmibe, az ablak közelében maradok, figyelem magát, és amikor fölemeli a kezét, bedobom az ablakon ezt a tárgyat, majd kiabálni kezdek, hogy tűz van. Aztán az utca sarkán várom magát. Nagyon helyes. Nyugodtan bízza rám magát, barátom. Pompás, vacconom, pompás! De lassan ideje, hogy legújabb szerepemre felkészüljek. Nem késhetem le a fellépésemet. Eltűnt a hálószobájában, majd néhány perc múlva, mint nyájas és jámbor nonkonformista lelkész tért vissza. Széles karimájú fekete kalapja, bő, bugyos nadrágja, fehér gallérja és az arcán szétáradó szelíd mosoly, valamint a jóságosan összekulcsolt kezek és a jó szándékot és segíteni akarás tükröző testtartás, olyan tökéletes volt, hogy bárkit megtévesztett volna. Nem pusztán az öltözékét változtatta meg az én tudós barátom, de úgy tűnt, még a vonásait is. A beszédmodora egész lénye azonosult azzal a szereppel, amelyet éppen alakított. Nem csak a tudomány veszített el benne egy kitűnő gondolkodót, de a színpadi művészet is kevesebb lett azáltal, hogy ő bűnügyek felderítésére adta a fejét. Negyed hétkor léptünk ki a Baker Street-i házból, és 7 óra előtt tíz perccel a szerpenti nyúra értünk. Már erősen esteledett, a gázlámpákat is akkor gyújtották meg éppen. Mi föl és alá sétáltunk a Bryony Lodge előtt, és vártuk, hogy a villa úrnője hazatérjen. A ház szakasztott olyan volt, mint ami ennek Holmes rövid, de szabatos leírása után képzeltem. A környéket azonban én sokkal elhagyatottabbnak véltem. Ez a feltehetően máskorú nyugodt utcácska azon az estén szokatlanul nyisgött. Az utca egyik sarkán egy csoport meglehetősen hanyagul öltözött suhanc fújta a füstöt és nevetgélt. Túlnan egy köszörűs ácsorgott a masinája mellett, nem messze a háztól pedig két katona tereferélt egy csinos kis pesztrával. Azon kívül még jó néhány elegáns fiatalember sétált fel és alá az utcán szivarozva és halkan diskurába. Tudja, mondta Holmes, ahogy föl és alá sétáltunk a ház előtt, ez a házasság bizonyos fokig leegyszerűsíti az ügyet. Az a fotográfia most már két élű fegyver. Feltehetőleg a mi bájos irénünk épp úgy nem szeretné, hogy Godfrey Norton úr kezébe kerüljön a kép, mint ahogy a megbízónk se örülne neki, ha az ő herceg kisasszony a közelebbi ismeretségbe kerülne a szép hölgy képmásával. Most már csak az a kérdés, hol találjuk meg a képet. Valóban. Hol? Fölöttébb valószínűtlen, hogy a hölgy mindig magával hordaná. Mint tudjuk, kabinetméretű kidolgozás tehát sokkal nagyobb, sem, hogy egy női ruhában könnyen el lehetne rejteni. Azon kívül adler kisasszony jól tudja, hogy a király akár útonállókkal is feltartóztathatja és meg Kétszer ez meg is történt. Mindebből arra következtethetünk, hogy Alkalmasint nem hordja magánál. Hát akkor hol lehet? Talán a bankárjánál vagy az ügyvédjénél. Ez a két lehetőség minden esetre fennáll. Ám megvallom, én egyikben sem hiszek. A nők természetüknél fogva titkolózók, és saját kis titkaikra maguk vigyáznak. Ugyan miért adná át ezt az erekét más valakinek? Önnnön magában megbízhat, azt azonban már nem tudhatja, hogy egy üzletemberre milyen nyomást gyakorolhat az esetleges politikai érdek. Ezen felül, gondolja csak meg, barátom, a hölgy ugyebár azzal fenyegetőzött, hogy a közeli napokban akarja a képet céljaira felhasználni. Nos, ha így van, annak szüntelen kéznél kell lennie. Ebből arra következtetek, hogy csak is otthon rejtegetheti. De hiszen oda már kétszer is betörtek. Badarság. Azoknak fogalmuk sem volt, hol keressék. És maga tudja, barátom? Én nem fogom keresni. Hát mit csinál? Hagyom, hogy ő maga mutassa meg nekem. Erre sose lesz kapható. De hogy nem, sőt kénytelen lesz vele. De már hallom is a kocsiját. Kérem, Watson, kövesse szó szerint az utasításaimat. Ahogy ezt kimondta, egy kivilágított hintó fordult be a fasor túlsó végén. A csinos kislandauer odagördült a villakapuja elé. Amint megállt, az ott ügyelgő csavargók egyike azonnal odaugrott, hogy kinyissa a hintó ajtaját és utasát kisegítve néhány potyagarashoz jusson. De előtte egy másik csavargó, mivel neki is éppen ez volt a célja. Egy pillanat alatt heves civakodást támadt, amelybe a két katona is bekapcsolódott. Ők az egyik suhanc pártját fogták, míg a köszörűs, aki szintén ott termett azon nyomban, a másik mellett kardoskodott nagy hévvel. Elcsattant egy pofon, és a hintójából kiszálló hölgy egy szempillantás alatt dulakodó, hadonászó, egymást ütlegelő férfiak tömegének közepén találta magát. Holmes a verekedők közé vetette magát, hogy a védtelen hölgy segítségére siessen, de mielőtt még odaért volna hozzá, fájdalmas kiáltással a földre rogyott. Arcát elborította a vér. Erre föl a katonák és a suhancok szanaszét futottak, míg a jobban öltözött urak, akik eddig tétlenül szemlélték az eseményeket, a hölgy és sebesült barátom segítségére siettek. Iréne Adler, engedjék meg, hogy ezután is csak leány nevén emlegessem őt, sietve felment a házhoz vezető lépcsősoron, ám a lépcső tetején kicsit tétovázva megállt. Meseszép alakjának kontúrjait finoman megvilágította a nappaliból kiszűrődő fény. Súlyosan megsebesült az a szegény ember. Kérdezte. Meghalt. Kiáltottak fel többen is. Ugyan, de hogy. Még van benne élet. Bizonygatták mások. De a kórházig már nem jut el, addigra biztosan vége van. Bátor férfi jegyezte meg egy asszony. Ha ez nem ubrik közéjük, azok a csirkefogók már régen árkombokron túl lennének a hölgy órájával meg erszényével. Komisz banda volt ez, de még milyen komisz? Denny? Már lélegzik, magához tért. Akkor sem maradhat itt az utcán. Bevihetjük a házba, asszonyom? Vigyék csak, vigyék! Helyeselt a hölgy. A nappaliban van egy kényelmes kerevet, fektessék oda. Erre jöjjenek! Lassú és ünnepélyes menetben vitték be vállukon az én Holmes barátomat a villába. Az előbb említett kerevetre fektették, miközben én, megállapodásunkhoz híven, az ablak közelében elfoglalt őrhelyemről követtem az eseményeket. Meggyújtották az összes lámpát, de a függönyöket nem húzták össze, így jól láthattam a barátomat, ahogy ott hever. Nem tudom, neki vajon okozott-e némi lelkiismeretfurdalást furdalást ez az álnok játék, de én bizton állíthatom, hogy soha életemben még nem rösteltem magam annyira, mint amikor látnom kellett. Milyen féltő aggódással lápolgatja a sebesültet ez a bájos és elragadó teremtés, aki ellen én éppen gonosz ármányt szövök. Másfelől az is nagy gazemberség lett volna, ha Holmes barátomat cserben hagyva, megfutamodom a rám bízott feladat elől. Így hát megacéloztam a szívemet, és előhúztam a füstrakétát a köpenyem alól. Végtére is a hölgynek nem esik bántódása, nyugtattam magam, mi csak azt akarjuk megakadályozni, hogy ő ártson másoknak. Ebben a pillanatban Holmes felült a kereveten, és olyan mozdulatot tett, mint aki légszomjjal küzdik. A szobalány az ablakhoz rohant, és szélesre tárta. Ugyanebben a pillanatban láttam, hogy Holmes fölemeli a kezét, és int nekem. A jelre behajítottam a füstrakétát a szobába, és kiabálni kezdtem, tűz van, emberek, tűz van. Még jóformán ki sem mondtam, amikor a bámészkodó tömeg, urak, suhancok, szolgák és katonák azonnal csatlakozott a tűzriadóhoz, úgyhogy egy percen belül teljes volt megint a űrzavar és a lárma. A nappaliból vastag füstfelhő gomolygott kifelé a nyitott ablakon. Ide-oda rohangáló alakokat lehetett látni odaben, majd Holmes hangját hallottam, amint azzal nyugtatja a bentieket, hogy vaklárma volt az egész. Keresztül furakodtam a zajongó sokaságon, és a sarok felé igyekeztem. Alig telt bele tíz perc, Holmes hátulról belém karolt. Örültem, hogy sietve magunk mögött hagyhatjuk dicstelen kalandunk színhelyét. Holmes némán szaporázta lépteit mellettem, csak akkor szólalt meg, amikor bekanyarodtunk az Edward nagyon jól csinálta, doktorom! Hiba nélkül ment minden! Egyenesben vagyunk! Megszerezte a fényképet? Még nem, de tudom, hol van? Hogy sikerült rábukkannia? A hölgy maga mutatta meg, ahogy megjósoltam. Én még most sem értek semmit. Pedig eszemben sincs titkolózni maga előtt, kedvesem! Nevetett Holmes! A dolog roppant egyszerű. Azt bizonyára maga is észrevette, hogy az utcai tömegben mindenki a cinkosom volt. Én fogadtam fel valamennyit a ma esti spektákulumra. No, erre én is rájöttem. Nos, amikor kitört a dulakodás, én egy kis piros festéket nyomtam a tenyeremre észrevétlenül, majd a verekedők közé rontottam, elzuhantam, és a kezem az arcom elé kaptam. Elég siralmas látványt nyújtottam, ezt maga is igazolhatja. Régi trükk ez. Felfogtam ezt is. Akkor bevittek a házba. Ő kénytelen volt beleegyezni, mit tehetett volna mást. Egyenesen a nappaliba szállítottak, amelyre leginkább gyanakodtam. Eleve csak két helyiség jöhetett számításba, a nappali és a hálószoba, és én elhatároztam, hogy ha addig élek is, rájövök, hogy melyikben van a képrejtek helye. A kerevetre fektettek, én levegőért kapkodtam, erre persze kinyitották az ablakot, és akkor jött maga. Jó, jó, de miért volt erre szükség? Igen nagy szükség volt rá, sőt az volt a legfontosabb. Ha egy asszony arról értesül, hogy a házában tűz ütött ki, ösztönösen azt menti, ami a számára a legfontosabb. Ennek a késztetésnek senki sem tud ellenállni, higgye el, már sokszor hasznosítottam ilyen helyzetet. Így volt ez az Ernstworthi kastély esetében vagy a Darlingtoni gyámsági botrány tisztázásakor is. A férjes asszony a gyermekét kapja föl, a hajadon nő az ékszeres ládikájáért rohan. Az világos volt előttem, hogy az illető hölgy legértékesebb vagyontárgya a házban épp az, amit mi is keresünk. Mindent elkövet majd, hogy veszély esetén biztonságba helyezze. A tűzriadó pompásan sikerült. Az óriási lárma, füst, sikoltozás még a legacélosabb idegeket is megrendítette volna. Vele sem történt másképp. Besétált az én utcámba. Nos, a fotográfia egy falba rejtett kazettában van, egy eltolható falikárpit mögött, éppen a csengettyű zsinór mellett. A maga kiáltására Iréne tüstént ott termett, és én egy gyors oldalpillantással meggyőződhettem róla, hogy a képet húzza ki félig onnan. Amikor aztán felkiáltottam, hogy a tűzriadó vaklárma volt, gyorsan visszadugta a képet, a füstrakétára pillantott, kisietett a szobából, és azóta színét sem láttam. Röviddel távozása után én is feltápászkodtam, és sűrű bocsánatkérések közepette elhagytam a házat. Igaz, kicsit haboztam még, ne vegyem -e inkább ott helyben magamhoz a képet, de bejött a kocsisa, és mivel ő folyvást rajtam tartotta a szemét, jobbnak láttam, ha nem kockáztatok, és kivárom az alkalmasabb pillanatot. A legkisebb elhamarkodott mozdulat is romba dönthette volna minden eddigi fáradozásomat. És most? Kérdeztem. Az ügyet voltaképpen le is zárhatjuk. Holnap reggel meglátogatom a Hölgyet a királytársaságában. Ha kedve van, maga is velünk tarthat. A nappali szobába vezetnek majd, mint ilyenkor szokás. Hogy ott várakozzunk, amíg a ház úrnője fogad bennünket. De kétlem, hogy mire ő megjön, akár minket, akár a fotográfiát a szobában találná. Őfenségének fenségének feltehetőleg külön gyönyörűséget és elégtételt szerez majd, ha saját kezűleg veheti vissza, amit könnyelműen odaadott. Mikor tervezi a látogatást? Reggel nyolcra. Addigra még biztosan nem készül el a reggeli torregyével, így szabad kezünk lesz de feltétlen pontosnak kell lennünk, mert nem tudhatjuk, hogy ez a házasság milyen változásokat hozott életében és szokásaiban. Késedelem nélkül telegrafárok őfenségének. Miközben így beszélgettünk, lassan elértünk a Baker Street-i ház kapuja elé. Holmes szépen a kulcs után kutatott a zsebében, amikor egy járókelő odaszólt neki, jó estét, Sherlock Holmes úr. Többen is sétáltak az utcán, de köszönni, mintha egy bőköpenyes, magas, vékony fiatalember köszönt volna, aki épp akkor sietett el mellettünk. Ezt a hangot én már hallottam valahol, mormogta Holmes, és az ifjú után bámult, akit addigra már elnyelt a gyéren megvilágított utca homája. Az ördögbe is, vajon ki lehetett ez? Aznap éjjel a Baker Street-en éjszakáztam. Épp a reggeli kávénkat ittuk, amikor Csehország királya berontott a szobába. Igaz a hír, valóban megvan? Kiáltotta, és izgalmában vállon ragadta Holmes barátomat. Még nincs. De reméli, hogy meg lesz? Minden bizonyjal. Akkor ne késlekedjünk. Elemészt a türelmetlenség. Előbb bérkocsit kell hozatnunk. Nem kell. A hintó mit áll lenne a ház előtt? Ez minden esetre meggyorsítja a dolgokat. Beszálltunk hát a kocsiba, és sietve a Brájoni locs felé hajtattunk. Iréne Adler férjhez ment, vetette oda Holmes hanyagul. Férjhez ment. Mikor? Tegnap. És ugyan kihez? Egy angol ügyvédhez. Norton a neve. Nem hiszem el, hogy szereti azt az embert. Én őszintén remélem, hogy igen. Miért reméli? Ha szereti a férjét, akkor nem szereti fenségedet. Ha pedig nem szereti fenségedet, ugyan mi oka lehetne rá, hogy megakadályozza fenségedes küvőjét. Ez igaz. És mégis. Bár csak egyenrangú lett volna velem. Micsoda királynő vált volna belőle. A király egész úton hallgatott, Szavát sem lehetett venni, míg a ház elé nem értünk. A brájoni locska pujatárva nyitva állt, és a lépcső tetején egy idősebb hölgy várakozott érkezésünkre. Gúnyos mosolyjal szemlélte izgatott tüsténkedésünket. Ön Mr. Sherlock Holmes, ugye bár? Fordult barátomhoz. Igen, az vagyok, felelte ő és kérdő, sőt nem túlzok, ha azt állítom, meghökkent pillantást vetett a hölgyre. Na hát. Az asszonyom megjósolta, hogy ön meglátogat minket ma reggel. Ő sajnos nem fogadhatja önöket, mivel a Charing Crossról a hajnali 5 óra 15 perces vonattal Európába utazott az urával együtt. Hogyan? Kiáltott Holmes, és hirtelen elsápadt. Azt mondja, elhagyta Angliát. Mégpedig örökre, kedves uram. És a kép? Jajdult föl a király. Végem van, minden elveszett. Majd meglátjuk. Jöjjenek velem! Kiáltotta Holmes, és félretolva az útból a házvezetőnőt, egyenesen a nappali barohant. A király és én a nyomában. Az össze tolt bútorok, a sietve lerámolt polcok, a nyitott fiókok mind arra utaltak, hogy a ház asszonya sebétéjében és kapkodva szedte össze, ami a keze ügyébe akadt, és szinte pánikszerűen távozott. Holmes a csengőzsinórhoz rohant, eltolt egy kis ajtót a fali benyúlt a falba rejtett kazettába, és egy fotográfiát meg egy levelet húzott onnan elő. A képiréne Adlert ábrázolta estélyi ruhában. A levél Sherlock Holmesnak szólt. A neve alatt az ált, személyesen jelentkezik majd érte. Barátom feltépte a borítékot, és felolvasta, amit benne talált. Előző nap éjfélkor vetették papírra a következő sorokat: Kedves jó Mr. Sherlock Holmes! Maga igen jól játszotta a szerepét. Szinte az utolsó percig gyanútlan voltam, és hittem önnek. Csak amikor a tűz hírére támadt riadalomban oly elővigyázatlanul elárultam magam, akkor jutott eszembe, hogy a barátaim közül többen óvtak öntől. Figyelmeztettek, hogy ha a király nyomozót fogad, az csak is ön lehet. Még az öncímét is megadták nekem. És látja, mégis sikerült kideríteni a titkomat. Pedig ösztönösen már akkor sejtettem a veszélyt, amikor azt a szokatlan sokadalmat megláttam az utcán. No de hogyan is gondolhattam volna rosszat arról a kedves, Jámbor, öreg tiszteletesről? Csak tudja, én is értek valamelyest a színészmesterséghez, így a férfi ruha nem áll idegenül rajtam. Bizony. Én voltam, aki követte önt egészen házakapujáig, pusztán csak azért, hogy meggyőződjem, valóban a híres Sherlock Holmes érdeklődötte utána moly nagyon. Én voltam az, aki elővigyázatlanul még rá is köszöntem önre, mielőtt újdonsült férjem irodájába siettem. Mindketten úgy gondoltuk, bölcsebb lesz azonnal elhagynunk Angliát, ha már ilyen félelmetes ellenfelünk akadt. Holnap, mire ideér, üresen találja a fészket, a madárka elrepült. Ami azt a bizonyos fotográfiát illeti, megbízójának semmitől sem kell tartania. Szeretek, és engem is szeret egy férfi, aki nála különb. A király ezennel visszakapja adott szavát attól, akit oly szívtelenül becsapott. Azt a képet eddig is csak azért őriztem meg, hogy ne legyek teljesen védtelen, ha őfensége főúri szeszélyből női méltóságomban ismét megalázni óhajtana. És még valami. Itt hagyok egy másik fényképet, hát ha mégis kedves emlékül szolgál a királynak. Most búcsúzom, kedves Sherlock Holmes. Maradok őszinte híve. Orton, Norton, született Adler. Micsoda nő, Istenem, micsoda nő. Kiáltott föl koronázatlan királya, mikor az írás végére értünk. Hát nem megmondtam önnek, mi elszánt, mi vakmerő. Mi csoda királyné lehetett volna. Milyen kár, hogy nem állt az én szintemen. Amennyire volt szerencsém megismerni a hölgyet, valóban nem az ön áll, fenség, jegyezte meg Holmes hűvösen. Fenséges úr, őszintén fájlalom, hogy megbízatásomat nem tudtam végrehajtani. De hogy nem, drága barátom. Kiáltotta vidáman a király. Ennél jobb kimenetelt kívánni sem lehet. Iréne soha nem szegi meg a szavát. Az a kép már nem fog előkerülni többé. Biztosabb helyen van, mintha tűzbe dobták volna. Megnyugtat, hogy fenséged így látja, felelte elmélázva Holmes. Az életemet köszönhetem önnek. Árulja el, mi az, amivel méltóképpen megjutalmazhatnám. Tessék ez a gyűrű! Azzal lehúzott az ujjáról egy smaragdköves gyűrűt, és nyitott tenyerén Holmes felé nyújtotta. Fenséged birtokában van valami, amit én sokkal többre értékelek. Nevezze meg, és már is az öné. Az a fénykép. A király álmélkodva nézett rá. Iréne fotográfiája. Nevetett fel. Tessék, az öné, ha ez a kívánsága. Köszönöm, akkor tehát nem maradt más hátra, mint hogy elbúcsúzzunk. Volt szerencsém. Azzal Holmes könnyedén biccentett, majd sarkon fordult, és tudomást sem véve a király feléje nyújtott kezéről, vele együtt sietve elhagyta a házat. Ez volt hát a Csehországot fenyegető botrány története, és ez volt az a kivételes eset, amikor Sherlock Holmes eszén túljárt az asszonyi furfang. Azelőtt Holmes gyakran tett figymáló megjegyzéseket a nők intelligenciájára, de mostanában egyre ritkábban hallok tőle ilyet. És ha Iréne Adler személyes szóba kerül, mindig csak úgy emlegeti őt, a nő. Vége.